az emberek figyelmét felhívni arra, hogy Székelyföld gyümölcstermő vidék, és nem csak a, hát hogy mondjam, átvitt értelemben, hanem szó szerint is. Ezért bíztatunk mindenkit, hogy odahaza meglévő öreg gyümölcsfájt fiatalítsa egy kicsit pecéssel, gondoskodó szeretettel meg, és esetleg ültessen mellé újakat. Az élet megy tovább, minden nehézség, probléma ellenére a facsemete gyökeret ereszt, és meghozza maga gyümölcsét. Adja az Isten ígyet. Nagyon fontos eseményen vagyunk, a kár 10 napokon itt Csíksomjon. Böte atyával hagyományosan együtt dolgozunk, egész évben nagyon sok eseményt szervezünk közösen, és hát biztatjuk a környékbeli gazdákat, Székelyföld lakóit, hogy becsüljék meg ezt a földet, gazdálkodjanak, kertészkedjenek. Ezzel is bizonyítsuk azt, hogy nekünk itt hosszú távon dolgunk van és jövőnk van. A mai nap ugye a fát ültettünk, előadásokat hallgatunk, illetve hát lesz fametszés is. Nagyon sok feladat van ilyenkor a ház körül, sokan most akár lehet városon konditeremben járnak, meg különböző ilyen megoldásokat találnak, hogy tudjanak mozogni, de az a jó, hogy akinek van telke és van udvara, ott helyben megtalálja ezt a mozgás lehetőségét és hasznos is tud lenni, és bízom benne, hogy minél többen élnek ezzel a lehetőséggel, és tényleg ez az esemény is hozzá tudunk járulni, hogy hát egy ilyen virágzó, gyümölcsöző vidék térség legyen, legyen Székelyföld ennek a földnek. Gyümölcsoltó boldogasszony rendezvény kapcsán kaptam felkérést gyümölcs témában előadással készülnék, és én mindig szeretek visszanyúlni a múltbeli dolgokhoz, hiszem azt, hogy ha nem ismerjük a múltat, akkor a jövőnk is nagyon nehézkes lehet. Így esett a választásom Kályoni János magyar herbáriumára, aki Csíksomjón is élt és munkálkodott, de Gyergyószárhegyen, ahol ő kolostort épített, ott 1673-1674 megírta a magyar herbáriumot. Egy 1511-ben megjelent latin nyelvű középkori herbáriumi munka kiegészítéseként. Itt ebben a magyar herbáriumban 244 növényről, annak hatásairól, mint egy 64-65 oldalon keresztül ír, és én áttekintettem, hogy ebben a magyar herbáriumban milyen gyümölcsökről van szó. Közel 25 olyan gyümölcsfaj, amelyek között vannak olyanok is, amelyeket napjainkban is termesztenek itt, akár a Csiki-medencében, Gyergyóban. Vannak idegen honos, azaz egzóta növények is. És kíváncsi voltam, hogy milyen gyógyhatást tulajdonítanak ebben a magyar herbáriumban ezeknek a gyümölcsöknek. Napjainkban ezek már úgy megmosolyogtatók lennének a mai kor technológiai vagy egészségügyi színvonalát tekintve, hiszen nem biztos, hogy például napjainkban nyers dió belet éhomra ennénk veszettebb, azaz kutyaharapás esetén, vagy nem biztos, hogy a szilvafa levelét borba áztatnánk, és azzal történne a szájápolás, a fogápolás. Érdekesség még az is, ebben a munkában akkoriban még nem tudtak a hatóanyagok létezéséről, hanem a négy alapelem, a föld, a víz, a levegő és a tűz, ehhez viszonyították a növények hatásait, nem csak a gyümölcsökét, a zöldség növényekét is adott esetben, ugye szárasztó, nedvesítő, hidegítő vagy éppenséggel melegítő. Úgyhogy itt az előadásban kiemeltem egy néhány fajt ezekből, de talán ami napjainkban is a mondani való. Az 1661-es csíki török tatár betörés után Kályoni is, és az itt lévő szerzetesek legfontosabbnak tartották az iskola helyreállítását. Ami a helyben maradás egyik biztosítéka, illetőleg a jövő generáció az ismeretátadás. Gyakorlatilag a herbáriumban is ez jelent meg, és az is talán, hogy itt az előadók gyümölcsös kertekről beszéltek, a kertek azok pedig mindig a közösségnek a helyszínei, és Kályoninek ebben is van egy szerepe, jelentősége napjainkban, az ismeretterjesztés, az oktatás és az összefogás, talán ebben tudnám összefoglalni az előadáson mondani valóját, illetőleg Kályoni örökségét napjainkra vonatkoztatva. Mi talajmikrobiológiai termékeket forgalmazunk, fejlesztünk,
és keressük azokat a megoldásokat, amelyek a természetben őshonos módon itt is jelen vannak, itt a gyümölcsfák között, és ezeket mi megkeressük, megtaláljuk, és gyakorlatilag ebből egy különböző magas minőségen gyártott termékek formájában biztosítjuk a gazdáknak. És miért jó ez? Azért jó, mert mondjuk egy négyzetméter fölött, ahol állunk, van 5,6 tonna légköri nitrogén. Korlátlan nitrogén forrás. A talajbaktériumok ezt a levegőbe be tudják vinni a termőtalajba, tudnak egy nagyon nagy mennyiségű, mint egy 60 kg nitrogén hatóanyagot helyettesíteni. Ez egy abszolút egy biológiai folyamat, ez itt mellettünk már zajlik, hogyha a talajhőmérséklet eléri az 5 fokot, akkor ez egyre inkább intenzívvá is válik. És ugye ez az az alternatív megoldás, ami azt lehet mondani, hogy minden termőföldre, legyen az a balkonládától egészen az erdőig, hogyha fölhaladunk, tehát alkalmas, hogy egyrészt a talaj életet visszaépítsük, a talaj minőségét, talaj szerves anyagát javítsuk, mindemellett pedig egy elég komoly gazdasági hasznot is tudjunk a növények felnevelésével, termesztésével a gazdáknak biztosítani. Tapasztalataim során több mint 10 éve foglalkozom edzéssel, és arra jöttem rá, hogy nagyon kellene ezt az ágazatot terjeszteni. Nagyon szeretném azt, hogy mindenki átlássa azt, hogy fontos a gyümölcsfák termesztése, a gyümölcsösök telepítése, és arra is rájöttem, hogy az emberek bár foglalkoznak érintőlegesen a gyümölcs termesztéssel, viszont nem minden esetben becsülik meg annak a termését, és ezáltal szeretném szorgalmazni azt is, hogy fontos, amit mi megtermelünk, az számunkra érték, és nem csak a saját részre, hanem a környezetünkben lévő emberek számára is. Ugyanakkor egy fának a kialakítása örömmel tölti el az ember, és mondhatni azt, hogy egy szobrászatról van szó, egy több éves szobrászatról, ami minden évben az embert elgondolkodhatja, hogy tényleg egy olyan növényanyaggal dolgozunk, amely minden évben más oldalát mutatja, minden évben más, ha bár ugyanarról a fáról beszélünk, érdekességeket mutat számunkra. És kihívást jelent az is, hogy bár úgy szeretnénk, hogy egyféleképpen nőjön, ő mégis másféleképpen nő, hogy ez a harmónia kialakuljon az ember elképzelése és a fa úgymond alakulása vagy növése, hogy a kettő úgy alakuljon az idők során, vagy az évek folyamán, hogy mind a kettőnek öröm legyen. Van már, hogy gyümölcsösöket telepítenek, és úgy örvendek ennek, mert az embereknek kinyílt a szeme. Nem minden az az érték, amit megveszünk úgymond az üzletből, hanem az az érték, amit mi teremtünk a saját kezünkkel. És a munkától ilyen szempontból nem kell megijedni. Szezonálisan rengeteg fával vagyunk kapcsolatban, és látom azt az örömöt az emberekbe, hogy és visszajelzést, hogy milyen jó termésük volt, milyen gazdag termésük volt, és ezt ha tudatosul az emberekben, akkor egy egész szebb világot fogunk élni. Közös agrárpolitika kap karaván, ha úgy tetszik, a közös agrárpolitika népszerűsítéséről szóló karaván sorozatunk Csíkszeredai fordulójánál vagyunk. Az előadásom folyamán próbáltam elmondani azokat az uniós forrásokat, amit már bevont a fejlesztési ügyesség, illetve amiket még folyamatban van, tehát szeretnénk továbbra bevonni. Ezek a brüsszeli források, ezek mind a közös agrárpolitika aktuális helyzetének az ismertetéséről szólnak, illetve próbáljuk összekapcsolni azokat a folyamatokat, ami a helyi hagyományos termelők életképességét tudja segíteni. Tehát ugye a lekövethető rövid élelmiszerlánc érdekében próbálunk olyan projekteket, olyan tevékenységeket, olyan népszerűsítő ötleteket előterjeszteni, megvalósítani, ami a kis termelők életképességét szolgálja. Ez a közös agrárpolitika népszerűsítéséről szóló KAP karaván, ez egy sikeres eseménysorozat, mert próbáltunk olyan szakembereket bevonni, ami a mindennapjaikat a gazdáknak befolyásolják. Tehát akár APR szakemberek, akár más pályázatíró, szaktanácsadók, akár jogi kérdések,
akár ugye a hegyvidéki védjegy, a gasztropontok ügye, akár a mezőgazdasági igazgatóság, akár a gazdaszervezetek, illetve a vidékfejlesztési egyesület részéről azokat a szegmenseket, azokat a meglátásokat próbáltuk továbbítani, amit nem egyszerű a gazdák számára eljutatni nap mint nap. Tehát, hogy ezek a fórumok nagyon fontosak, és próbáljuk azokat a közvetlen kapcsolatot megtartani a gazdákkal, ami az egész évet tudja befolyásolni. Tehát, hogy kiveszik a telefont, felhívnak, segítünk pályázni, segítünk gasztropontot létrehozni, segítünk hegyvidéki védjegyet megszerezni, segítünk más olyan folyamatokba, API-s kérdésekbe, aminek a folyamata az ők munkájukat segíti, és évvégén, amikor vonalat húznak meg, amikor értékelni kell az egész évet, akkor milyen fontosak ezek a tavaszi fórumok, ahol tudnak ezekkel szembesülni. Mindezek mellett én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gazdák egymás közt találkozzanak. Ugye mindig az ebéd, a végén, a kávézás, stb. Az legalább annyi hozadékot hoz, annyi hozadéka van, mert tudnak találkozni, tapasztalatcserét végeznek egymás közt, tapasztalatot cserélnek, és ez rendkívül fontos mindennapjaikban. Én azt gondolom, hogy egy sikeres sorozatnak vagyunk most a közepén, de egy sikeres sorozatnak leszünk a végén, és fontos a gazdákkal a személyes kapcsolattartás, mint a székelytermék védjegy érdekében, mint a kis gazdaságok, a fiatal gazdák hazaérkezésének és jövőképének a bemutatása érdekében. A mai közös agrárpolitikai rendezvényen, ami egy rendezvényes sorozatnak felel meg, valamilyen szinten a pályázatok, illetve beruházások fejlesztése, vidéki gazdálkodásoknak a fejlesztése került terítékre az én előadásomban, ami azt jelenti, hogy 22-23-as évben a vállalkozások, a cégek fejlesztése, a mezősági termelők, illetve gazdálkodók támogatására beszélgettem. Volt szó uniós támogatási kiírás rendszeréről, román kormány által kiírt programról, illetve nem csak mezőgazdasági, hanem akár termelési és szolgáltatások programjáról is volt szó, ami azt jelenti, hogy 22-23-as évben óriási nagy lehetőség van, akár beruházás, akár valamilyen szinten egy integrált fejlesztésre a vállalkozásokon belül. Innentől kezdve a vidéki élet, a vidéki vállalkozások fel fognak értékelődni, akár gépek eszközök vásárlásában is, és technológiai eszközök vásárlásában is tudnak kérni, vagy akár kapni támogatási rendszert, értéket, pénzt, ami erről beszélgettünk, hogy fejlesztés, és ami viszont fontos, hogy ez támogatási úton fog érkezni, tehát nem önrészben és nem banki hitellel. Erről a mostani kiírási rendszerről, ami az idei és jövőben lesz kiírva, én az itt egybegyűltek gazdákat, vállalkozásokat arra kértem, hogy figyeljenek, gondoljanak ki egy nagyon jó ötletet, vagy akár egy vállalkozásban is tudjunk arról beszélgetni, hogy mi a gyengeségük, mit kéne fejleszteni, mi az az eszköz, ami nekik megfelel, hogy több bevételt, nagyobb profitot érjenek el, illetve hogy a minőség és a mennyiség is ne menjen a rovására. Tehát én egy sikeres vállalkozást, egy sikeres a pályázati előadást kívántam most jelenlévőknek, és én remélem, hogy a Hallgató megyei gazdálkodók, vállalkozások vidéki életbe, gazdasági szereplőként is meg tudják úgy kapni a lehetőséget a fejlesztés útján a támogatásoknál, hogy azt mindenféleképpen tudjuk előrevinni. Én nagyon bízom azt, hogy a vállalkozások, amiket én elmondtam, itt a pályázati kiírásnál fel lehet tudni használni. Én jeleztem is, hogy tartunk személyes konzultációt is a megye tanács épületében, a fejlesztési ügynökség irodájában, tehát bárkinek olyan kérdése van, amit személyesen akar velem megvitatni, jöjjön, nézzük meg, számoljunk egy pontozást, nézzük meg az ötlet megfelele, és ha igen, akkor állj neki, és tudjunk csinálni a sikeres pályázati programot, vagy akár támogatási rendszert. A Felcsiki Szövetkezetnek az ügyintézője vagyok. A szövetkezet mind régi emlék, a székely népnek úgy rosszként van meg a fejükben. De rá kell ébredjünk, és rá kell jönnünk, hogy a szövetkezet az egy jó dolog. Az, ahogy szokták mondani, modern nyugati gondolkozás, ez tényleg így van. Most szövetkezetben van a jövő, többek vagyunk, összetesszük magunkat, jobban tudunk pályázni, mindent jobban tudunk. És azt látom, hogy most már a fiatalság, a székelység, a felcsiki fiatalságról beszélek inkább, mert ott vagyok érintettem, nyitottak erre, és egyre többen jelentkeznek, hogy szeretnének tagok lenni, közösen gondolkodjunk és fejlődjünk. Én nagyon fontosnak tartom ezeket az intézkedéseket, ahol fórumokat szerveznek, a mezőgazdászokat tájékoztatják. Most az információ, az régebb is ezt mondták, hogy talán pénz. És ez így is van. Nem mindegy, hogy első kézből kapjuk meg, vagy utólag már, mikor már talán késő, vagy lejártak már a pályázati lehetőségek. És tömören nagyon, nagyon sok információt adott a mai nap, ami fontos nekünk.
Már ez a fórum alatt kipattant a fejünkbe egy dolog, aminek utána fogunk járni, hogy talán még pályázhatunk is. A fejlesztési ügynökség az rendszeres kapcsolatban van a külföldön lévő, haza jönni kívánó, már rajta gondolkozó fiatalokkal, akár Svájc, akár Anglia, London, Franciaország, Németországban lévő fiatalokkal, és próbáljuk azokat a lehetőségeket, amik itthon elérhetőek, azokat számukra is elérhetővé tenni, nem egy egyszerű folyamat, de hogyha azt mondjuk, hogy itthon vannak olyan fiatalok, akik akár a Székelytermék végiegy család keretén belül megélnek, vagy az értékesítési felületeiket ilyen 80-90%-ban, ugye a legutolsó kutatásunk ezt támaszta alá, 80-90%-ban a fejlesztési ügynökségnek köszönhetik, akkor már van, amiért elgondolkozzanak az a jövetelén, már van, amiért azt mondják, hogy akkor akár egy hektár gyümölcsösnek nekifognak, mert van annak jövőképe, ugye van a fejlesztési ügynökségnek egy tapasztalat, egy 11 éves múltja a Székelytermékeknek, amire hagyatkozhatnak, és ugye szakemberek, itt az összes partner intézményünk azt támaszta alá, hogy kis kertészetből, kis mezőgazdaságból, kis állattenyésztésből ma még azért Székelyföldön meg lehet élni, ha a minőségi élelmiszerre koncentrálunk. Kertész mérnök lévén valamikor, amikor elvégezte az egyetemet, akkor a dísznövénytermesztés, gyümölcstermesztés, ezek és a tájpítészet volt az, amiben arra gondoltam, hogy el tudunk indulni, és újat tudunk csinálni. Szaporító anyag előállítása hagyományos módszerrel, elég hosszú tenyészidőt igényel, és nem a legsikeresebb csík környékén. Tehát tudjuk, hogy megvan egy zárt rendszer, nem tudjuk csinálni. Most ezért jött az ötlet, hogy mikroszaporítás. Tehát olyat csinálunk a szakmánkba, és szakmánkon belül, amiben ki tudunk bontakozni, ahol nem szükséges az egész éves tél. Tehát mi itt 365 napból tudunk termeszteni. Van a folyamat a mikroszaporítás, a vírusmentes szaporítóanyag, van a másik folyamat a gyümölcs termesztés, ami egy modern technológiával, tehát gépi beszületelése, alkalmas ültetvény telepítése, friss telepítése, és akkor van természetesen a feldolgozó, ami azt jelenti, hogy nem a hagyományos bogyós gyümölcsűek feldolgozása, hanem egy korszerű és lényegre törő gyümölcsfeldolgozás. Ami azt jelenti, hogy külön feldolgozzuk a fekete ribizlinek a rügyét, külön feldolgozzuk a fekete ribizli bogyónak a magját, a héját és mindent, hogy ezekből prémium kategóriájú táplálék kiegészítőt tudunk előállítani. Tehát ugye a ribizli ültetvények most a modern technológiával ezt gépesítőbe lehet gyűjteni. Tehát nem az kell 100 ember 10 hektárnak a leszületeléséhez, hanem kell egy jó gép, technológia adott. Nem olcsó technológia, viszont érdemes szövetkezetbe ilyen irányba gondolkozni, és egy géppel le lehet születelni egy nap alatt 10-20 hektárt. Nagyon fontos az ültetési technológiáknál, hogy például a textil használása, tehát az agroszövet használása, mert megkíméljük magunkat egy a fizikai erőtől, másik pedig a vegyi anyagok, a kémiai kapálás. Tehát ez a két nagy ellenség, mint még mindig a munkaerőről beszélek, hogy a textillel, hogyha úgy ültetjük, hogy ez az agrotextilt használjuk, akkor a sorok közel, sorok művelése egy fél energiát sporolunk meg. Tehát nem kell kapálni, nem kell gyomítani, tehát minél kevesebb vegyszert kell felhasználjunk. A precíziós gazdálkodás önmagában, mint egy hely meghatározáson alapuló technológia, ugye elsődlegesen azért fontos, hogy minden növénynek az igénye, pontos igényei alapján tudjuk meghatározni, illetve elvégezni a termelésnek az egyes műveletet. Másodszorban, és valószínűleg ez lesz a sokkal fontosabb, az adatgyűjtés, és az üzemeknek, vagy a gazdaságoknak a döntéshozásához fog tudni szállítani, illetve szállít olyan adatmennyiséget, amelyik a tervezést, és ez már a költségszintű tervezés, az üzem stratégiája, illetve távlatiakban a fogyasztói piacok igényei alapján fog tudni dönteni. Nagyon sok olyan fejlesztési lehetőség van, amely a digitális átállást, a precíziós gazdálkodást támogatja, és hát erre fogékonyak a fiatalok. Nagyon sok fiatal keres meg minket, több mint 750 fiatal regisztrált a rendszerünkbe. Fiataloknak igyekszünk a digitális átállás adta lehetőséget házhoz vinni. A különböző pályázati írásokban pluszpontot jelent, plusz intenzitást jelent,
Nagyon sok olyan kiírás van, ami kimondottan a precíziós gazdálkodást támogatja. Azáltal nagyon sok költséget lehet megspórolni, és sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Azt látom, hogy képzésekkel, különböző programokkal ezt tudjuk segíteni. Nagyon fontos a Digitális Agrár Akadémia programjai, amelyek már elérhetők itt nálunk is. Székely Gazdaszövetek Egyesülete, illetve a Székelyföldi Falugazdasz Hálózat munkatársaival ugye részt veszünk ebben a programban, és hát a képzésünkbe beépítjük a Digitális Agrár Akadémia anyagait. Azt gondolom, hogy ez nem a jövő, hanem a jelen, és nem csak a nagy gazdák számára elérhető, hanem a kis gazdaságok számára is, és ebben igyekszünk segíteni maximálisan. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy főleg ott, ahol ilyen kis területes gazdálkodás van, mint Hargita megyében, Székelyföldön, akkor a hátrányból előnyt próbáljunk kovácsolni, és ott, ahol nagyon kis területek kerülnek megdolgozásra, ott igenis nagyon fontos, hogy milyen a tápanyag adagolás, milyen a védekezés a különböző károkozók ellen. Úgyhogy ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy azt a tudást, ami hát a precíziós gazdaság keretében ide telepíthető, azt próbáljuk támogatni, segíteni.